Sziasztok, itt újra lesz újra! Folytatjuk a The Great Eastern Chronicles-t a negyedik epizóddal. A következő már nem kell tartani attól, hogy elvesztem az összes életem. Mert az első nyomozással fogjuk kezdeni. Adventure of the Cloudy Kokoro. I begin to think, Wilson, said Shilmos, turning his head languidly in my direction, that there is more to this case than that which we have observed. Indeed, that there may be another part to this story that we are yet to discover. His eyes wandered, following the steam rising from his cup of herbal tea, leading him to the distant memory of that snowy evening. To the young lady collapsed on the pavement along Briar Road, and to the knife in her back. Lit in the soft glow of gas lamps, a most extraordinary scene had been set. And under the cover of a light fog, the curtain had risen silently on the insoluble mystery of our invisible killer. Innen hátba szúrtam. A tetés még láthatatlan, de két tanú voltunk. Nem tudok aludni. Ez egy hotelben autók. Az ágy szörnyű volt. De talán itt kell egy helyet ahol. Visszapálltad történik. Eltöljön még már ezt tonkáthoz. Jó reggelt. Jöttek jelenteni a bejebb részletet. Elvégezte a kötelesség, biztos. Igen, tud róla. Hát ennyi igaz volt a tudásom, átmentem a teszten. Nem vagyok tanul többé. Most már elismer ügyvédnek. De ma ilyen esetben nemzetközi ügyvédnek. Újabb ügyelet támad. Még van így? Elég életlenség. Szokatlanul ért véget az egész. De sajnos az a per nem volt igazán, de per.
Ez sajnos benne van a pakliban, hogy bizonyítékok meg voltak hamisítva. Hát, ha ilyen köcsögösen röhögött, akkor biztosan nem lehet egy jó ember. De ezt nem tudja, hogy mi hátatlan volt, de volt a képben. Úgy ért véget a fel, hogy nem dejthettünk ki az igazságot. De már nem is rejthetjük ki. Magnus meggyilkolták a Perutát. Szóval az első kvényesen meghalt. Hát még van egy kis idő, mi beszélünk. Meg Gildit halál. Hogy lehet halál? Tehát itt a teágyolt ember valami szimatban. Az Omnibus megége. Hirtelen valaki meggyújtotta. Ő is bizonyára az első könyvest megégették. Persze vállott volt már áldozat. Hát a kis azt, hogy kérdéltén kiöltek. Hát biztosan ez hibát követett, amikor visszament a tárgyalt ember. Valaki csodát állított neki. Szóval ne törődjek ezzel az ügyen. Hagyjam a rendőrségre a dolgot. Hát azért nem biztos, hogy érdemes sajnálni. Ugyanis, mert nem volt átadva. Brit Bear. Milyen volt az első Bear? Wow. Jól tud bánni a szavakkal. De a divasat nem tudtuk kirejteni. A leghaladóbb. Itt mindent meg lehet, amit lehet. Ez egy egyszerű per volt szerinte. Hogy per, amit nem tudtam volna elveszíteni. Biztosan azért, mert meghamisíthatták a bizonyítékot. Hát minden volt a per, csak nem egyszerű.
Mi a vicces? Tehát nem egy képes ilyen volt, hogyha egyet a tudtam csinálni. Egy új ügyet akkor nem sem, most. Akkor mi lesz? Akkor nem mondanám, ilyen az az új ügy. Ez most különböző lesz. Még nem hall meg senki. Tehát most nyomozhatok ezúttal. Majdnem 24 órán belül lesz a következő pár. Hát na, most elbizonyítja, hogy ez a tanda stígyvényen nem mondhatja el magát. Ezen a felejtsen akar senki vállalni a védelmet. Megkerülhetetlen végkimente lesz, hogyha nem valahol. Most elkészíteket csinál a holnapi perre. Valamit némas percet válaszoljam. Ja, még milyen dolg ügyvének lenni. Ott van, nagyon fontos dolog, amit meg akartam beszélni, és sajnos azt már nem derült ki, hogy mi. És végre megismerhetjük az új felügyelőt. Szóval a detektívvel beszélünk. Ezen a
Ebben eddig van két detektív, így van. Az egyik Sherlock Holmes, a másik pedig ő. Dulászkolyan teszi. De komolyabb, mint Sherlock Holmes. Mint a végre is genné ezt a szart. Oda tér, nem arra sok napsit is. Tobias Gregson. Vagy inkább Gregson felügyelő. Ez majd az valamit, hogy ő olyannak számít, mint Dick Gapshaw detektív elügyére. Gregson pedig. És benne van a Sherlock Holmes kalandjában, ez az a Lenz magazine. Szóval rivális a Sherlock Holmes-nak. Hát azt elismerte, hogy Holmes nem van vélo. Profi. Detektív. Andal, de szobaszték egy mondat. Már megváltozott, amióta belkerült a sztori magazinban. Milyen suttogja. De nem tudja, hogy kiderítél, hogy miről beszél. Az ügy. Nem lenne a kopikát.
És fiatal bejött utcában, kábban járkált. De nem volt végzetes a támadás. Ha megfagítja, megint alkalmazná a lelőten. És sose tetszünk még talán, de sok kajája. Pocsikom az idő. Szóval itt is bárok van zigszeket, nem a tudásom. Na, most itt az idő megtudni, hogy arról az legendás azt így észről. Megérjük, már beszélt róla. Találkozunk vele. Ez mindig bajban kerül, főleg ha vádlott. Mintha ellenének átkozva miatta. Megszereztük a nevőségét, de milyen áron? Hiába kapta, hogy be a nemzősített, Medusz mégis meghalt. Hát nem igazán mentettük meg a vállottat, az biztos. Ott van, fekete mágia van, de itt többről lehet szó. Szóval Briar úton történt a baleset, vagy egy gyilkos. Szóval egy cellában van a vádlott. 53-as elítélt. Látod, akkor is bajban van, hogyha megkapja a nem bűnös téret. Vagy gyakorlatilag ezzel nem tenni kell valamit. Hát nem volt szígy, ők várnánk. De hogyha ártatlan, akkor már cellában biztosan lenneg. És ez nem vicces. Még azt sem tudja, hogy meg tudjuk-e menteni. Még hogyha meg sikerül is.
Briar Road még várhat. Na, a The Great East Attorney Chronicles-nak az egyik érdekessége az, hogy itt a rendőrségen való látogatás már egy cellában lesz. Avagy a börtönben. És cellában kell a vádatot kihallgatni. Rátolták a letest és le van lakatolva. Tehát így kell bámulni őket. Be vannak zárva. Igen, itt már akkor sem tudok képzelni, úgyhogy így be volt zárva. Tehát a klienségnélben a cellában van. Számol, nézzük meg itt. Szóval jobban csábú. Ezért a kő. Jelenleg vágó. Tehát nekem ide egy japán csávó. Nagyon félénk. Azt gondolja, hogy figyelik őt. Azt hiszi, a legbodabáho valóra várt. Kicsit meg van lepődve. Egy éve hagyta el a szülővárosát. Mindenki, aki itt ismert, az mind idegen volt. Idegen környezetben, de élt egy éven át. Ha egy betűt elkezd, azt többször mindig ugyanazon betűvel kezd. Most ennel kezdtem. És az elkezdőszor is ennel folyatolod. Na most ez sem. Boldognak látszik. Szózeki Natsume. Mi tanuló is egyben. Jó, akkor beszélhetünk. Szózeki Natsume. Szokat van még. Szózeki. Hát költő. Hm.
A név. Haiku. Hát ez nem tudom mit jelent. Na igen, látható tanuló. Azért jött ide, hogy angol nyelvet tanuljon. Soha kell szenvedni, de most jöhet ez. Csak azért, mert a kormány kéri, hogy mondja, hogy nem megy, azt mondja, hogy így tudja. Szóval angol irodalmat kell tanulni. Hát nem megölt, hogy a költészetet, de angol nehezebben tudja megtanulni. Négy dupla. A vád ellenünk. Nem ő volt. Gyilkosságot nem ő követte. Még nem halt meg az élető. A szeme látta erre a bód leszúrva. De nem látott senkit. De nem volna bezárva, hogyha tudnál ki voltam. Az azt sejti, hogy még kellett, hogy leszúrják a közelében. Azt gondolja, hogy vizet látok. Ami azt így illeti. A könyveket vett. Észrevett egy árnyat. Kiáltott egyet és elesett. És akkor elejtette a könyveit. Nem mozdult. Nagyobb bevette ettől szarva. Szóval elrohant. Hát szégyen volt elrohannia. Nem ismerte a születőt. Nem tud emberekkel beszélgetni. Nem látott egy lelket sem. Megkezdett is. Igen, erről van.
Én tudja mondani, hogy jó a történet. Vannak az olyan hang. Hogyan tartóztatták le Suzy-t? És hogy olyan találtak még a rendőrs? Ő volt. A nagy detektív kapta. Még a nevét se felejti el. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Nagyon örülnek tartja őt. Főleg a nagy levezetését. Ez volt egyetlen a kamerát autóztatta? Nem tudok így mondani, mert nem igazán értette az angol nyelvet. Nem is vádolhatjuk őket ezért. Gyakorolták fel a kérést. Nem tudtam, mit mondjon. Nem meglepő az egész. Squire. Ez a Osaka megmérgezte a lelkét. Hey, de ez igen mondani. Csak egy percet csináltam meg. Nem tudja, mit higgyek. Még abban, hogy felmozolódva, milyen igazságszolgáltatás ez. Nem rám kérhetett volna, hogy számítson, hanem Kaszban. A brit ügyvédek nem akarják megvédeni.
Igen, senki vagy a britek számára. Még nevettek is rajta. Idő pocsigalásom is tartottál. Senki nem akar megkalbatni egy idegen akcentust. Igen, ide kérem. Meg kell vizsgálni. Nyomot kell találni. Na végre! Ez elég hosszú a sikeredet. Mr. Gregson. Hogy mit keresünk itt? Nyomot jöttünk. Igen, de voltunk a szállal. Hát én nem zavarja, mit teszünk. Scotland Yard. Jövően a kajszín. Ez a legjobb rendőrségi helyszín. Nájtóval. Az ott önk van egy nehéz. Végtelség ez. Hát
Smith, Tokyo, Yokohama. Lábor. Ez ilyet illeti. Igen, a korát mágulják. De ha nem gyilkolták meg annak biztosan, erről van valami oka. Ebben részben. Most mutatja a térképet, hogy hol támadták. Hát más tettes nem láttak. És ez a legnagyobb probléma, amivel meg kell küzdenem majd. Nem álltok már ezt. És az biztos, hogy nem kívül voltak. Tettes. Szóval észrevették. Két tanú volt. De kör is volt akkor. Tanúk. Az egyik tanul az így zsal. Csak a peren kérdezhetjük ki őt. Tehát valamiért nem akarják, hogy kérdezzék fel. Miért említem meg? Mert... Holnapi perc. Én megvédem? Érdekű. Minden brét ügyvédbe van szarva. Zeke-től.
évekkel később jött újra ügyészkedni. És az erőszakosabbat vállaljuk. Úgy beszél velük, hogy mi győzzák meg a felakasztást. Szóval kérdezem meg az ügyésztől, hogy olyan mitől van hideg vén. Most jött a detektív. Szóval amatőrnek tartja. Viszont komoly, de szóval kevésbé komoly van. Okosnak képzelj magát, de nem elég okos. Főleg, hogy kész is túlját hangosszuk. Vagy négyszer. Hát a gúj tűzhet, mit hogyha beleűzni gúj. Azt gondolja, hogy ez a... Az alak egy csapó, hogy csak mindenkire majd egész. A tudásával. Milyen javaslom? Beszéljünk el. Szóval beszéljük el Mr. Holmes. Látszom, hogy őt okol mindenki. Hát ezt nem kerülhetem. De nem tudjuk hol. Melyik a streetben van. A sztoriban benne van. 221B Baker Street. Mindjárt jövök.
教えてショーンスーツ。Thank you very much. It's just up there overlooking the street. Goodbye. Thanks again. This is it. The residence of Mr. Herlock Sholmes. Sherlock's residence, yeah. Egy mosoly csatott az arcához a hely. Elbűvőz a hely. De a teretibé nincs itt. Látogató van a kis csaj. Hello. Most eljárt el hozzá. Vagyis készít. Most más olyan elveszi. Mit veszik a teát? Ő állította meg a csajt. Akinek volt a frissítő bomba. Sose találkozott jobb állapban. Mely kihívott. Azt is ugye így jobban csalod a gang bevédén. Early! Van a tudó.
És mit mond Sherlock Holmes rezidenciának? Iris Wilson neve. Hurley Beyer. Sherlock Holmes Hurley-nek hívja. Rajenské. Co za to? Ahogy bemutatkoztunk, azon a becézet nincsen tőkült. A Suza tónál már érthető, hogy Suzy. Ryan az kéne az, hogy Runo, hát azt nem tudom, hogy jelöltött. Hogyan tudta ezt, hogyha angolul beszél. Na de mindegy is. Ha vívmányokat akartok szerezni, akkor a következőket csináltok. Ezt kell megvizsgálni. Méghozzá Holmes hegedűjét. De a másik, ami még fontosabb, az ez. De itt nem olyan könnyű a vívmányt megszerezni. Ez az ő táblája. Fekete Péter. Jó, most még van. Beszélhetünk. Iris. Szóval vele találkoztunk tegnap. A váróteremben. Neki is vagy fejben. Gini. Ő tudja, hogy egy profi zsebtolvaj. Szóval ő csolta el a fegyverét. Követte őt, hogy visszaszerezze. Az biztos, hogy veszélyes a csaj. És követelte, hogy kérjen bocsánatot a technikussától. Hurley-től. Együtt élnek. Szóval nem az apja. Vagyis nem az ő adja. Úgyis... Áj, nem tudom kimondani.
nem az ő lány. Szobatársak! Hány éves vagy? 10 éves. Mi van az apáddal meg az anyáddal? Nincsenek vele. Tehát... Sherlock Holmes-nak Iris nem a lánya. És hanem szobatárs. És sajnos nem él a szüleivel. Suzy! Vagy másolat a Rance magazine. Ez az ő sztória. Ezt ő írta. Mindig elmondja, hogy milyen ügyeket csinál, és azt ő megírja. És az öbbet, hogy egy kislány magazinját olvasta. Igen, ő a szerző. Speckle Bandről is tudott. Mindig ezt szokta a szajokat változtatni is. Kígyó is benne van a dolgokban. Mindent ő hitt. Gépi éreóval. Dr. John H. Wilson. Az is ő. Hiszen a neve tényleg Wilson. És az orvos... Az is ő. 10 éves egy orvos. Mint hogy lenne Watson. A nagy detektív egy kislánya. Szóval nem Dr. John H. Wilson, de írta a neve a lány. De ha tudták volna, hogy egyáltalán, hogy cseh. Ki ő. Biztosan mindenki sokkolt volna. Még miért folytatjuk a beszélgetést? Most újra meg kell nézni ezt. Ez leutolsó munká. Ezek olyan ügyek, amiket Hurley adott meg. Majd átnézzük a vívmányt később. A levezetésed. Runo. Onnan tudtad, hogy ügyvéd vagyok. Csak most érkeztünk Londonba. És
se nehéz szöperünk volt. Azt is honnan tudtok? Magyarázd el. De ez nem titok. Tipikus se a konszol. Ebből tudta, hogy így véd. Ez rajta volt. Azt is tudta, hogy hamarig kezdni még. Ezt éppől vette észre. Egy útlevélből. Igen, Ziggs is meg kell küzdeni. A pecsét is észrevette nála. Szóval börtönben volt. Biztos a pecsétől kapnak a börtönben. Ott voltak, bizonyan elfogadhatták az ügyet. Early megoldott még egy problémát. Igen, ő kapta a japán csávót. Én azt is látta, hogy van, de jó. Egy kimonója volt, meg a második pedig kardja. Ebből tudták, hogy Japánból jöttek. Azért jöttünk, hogy az ügyben kacsóban kérdeskedjünk. De elég voltak. Szóval a levezetés jó volt? Na hát itt most már elismerik, hogy ez remek levezetés volt. Jó, mint amit te Hurley vezetett. Az ő Hurley stílusa megbízható. Az ügy a japán csávóról. Ezeket már tudom. Igen, de ezt már ismer. Hát volt egy kétje. Az incidens két a puzzle történt. Van
van nagyobb bűnözés. Szóval egy a mindenbe vett, hogy rácsol bűnt. A végé ezért tűnt ezek szerint. Nemo. Üdvözlő. Jól szórakozott. Hol van The Sherlock Holmes? Beszéljünk ki vele. De mindig nyomoz ott a kornházban. Megkaphatjuk a vádott helyi színét. Ahol lakott. Szóval adjam oda ezt a Greg színét. De az úriembernek mit akar tudni. Na megpróbáljuk ki. Persze. Azon így ez is térme is, mint a... Mindegy. Jó, annyi volt már, iratkozzatok rá a csatornára, simatok egy lájkot, és később folytatjuk. Na nézzük a különleges tartalmakat. Igen, azt már korábban megcsináltam. De még nem mutattam meg. Figyeljétek csak! Na ezt a kettőt meg kellett csinálnom. Úgyhogy most már csak egy... Kettő, három, négy, öt. Igen, ötöt kell megszerezni még. Na, tűnási csak ízem, mint megvalószínű. Az első napon. Úgy állítszal, hogy vizsgáljam meg. Tehát megint kettőt kell majd megismételni az ötödik epizódban. Akkor az még nem kell. Jó. Ne
Hát mire megcsinálom a 10. epizódot, addigra meg lesz az összes vívmány itt. Búcsúzom és várom, sziasztok!